gyakorló karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a jelen fejlesztése. Ezekkel a szavakkal indította útjára Nebulóit Kiss Zoltán haddanos karatemester. A legkisebb növendékei a második szintvizsgát teljesítették a legutóbbi foglalkozáson, amelynek köszönhetően ismét egy újabb szintet léphettek ebben a csodálatos sportágban. Most egyen magasabb kategóriába versenyezhetnek, és közelebb állnak a sárga övhöz. Tehát nyilván fokozatok vannak, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, így megy fel 10-ig, és mivel a felnőtt kéköv az 5. vizsga, gyerekeknél ez be van duplázva, tehát itt a kékövet 10. fokozatra érik el, 10. vizsgára. Most a 2. készültek, 2. teljesítették, következő még mindig a sárgőv előtti lesz, de hát lassan jutunk messzire. Lassan, de látványosan. Kiss Zoltán szerint nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Iszonyatos jól fejlődnek a gyerekek. Nem tudom most mi történt velük, de mikor megtudták azt, hogy vizsga lesz, a vizsga előtt látszik, hogy egy kicsit komolytalanok, rosszalkodnak, mosolyognak, csipkedik egymást. Itt lehetett látni, hogy olyan fegyelem volt, mint a felnőtteknél. Tehát összeszedték magukat rendesen. A produkció és az elért eredmény még a rutinos mestert is meglepte, hiszen ilyen kicsi gyerekekkel még sohasem dolgozott együtt. Ez volt az első ilyen kimondottan gyerekcsoportunk még, amikor 5 éves gyerekek is lejöttek az edzésre, és hát az első edzés nyilván olyan, mint az óvodába. Rosszalkodnak, nem tudja melyik a lába, meg melyik a keze, nyilván japán szavakból egy szót nem tudnak, nagyon nehéz elkezdeni velük, de a fejlődésben nagyon jók, nagyon ügyesek voltak. Az egyik legapróbb, de legigyekvőbb tanítványa Szabó Noémi, aki mindig mindent igyekszik pontosan végrehajtani. Gyakoroltunk a vizsgára. Ez már nekem a 2. vizsgám, mert az első itt volt a kis teremben, meg a 2. ma volt. És majd kapni fogok megint egy 2. piros csíkot. Noémi anyukája szerint lánya mindig mindenben igyekszik kitartó lenni. Szereti és egyben komolyan is veszi a karatét. Amikor ide beíratták, az egyik fontos szempont az volt, hogy olyan sportágat válasszanak neki, amit hosszú távon is lehet űzni. Nagyon szeret ide járni, nagyon komolyan veszi. Mi úgy látjuk, hogy ez egy olyan sport, amit akár élete végig is tud űzni, és ilyet kerestünk, úgyhogy ha szeretné, akkor ezt csinálhatja. Horváth Tibor nagyon jónak tartja ezt a sportot, a fejlődés egyértelműen látható gyermekén, ami jó hatással van a hétköznapokra is. Én szülőként azt látom, hogy nagyon jó hatással van, elkezdett a sportot, és azt aktívan csinálja, szeret járni, soha nem is hagyná ki. Fegyelmezettebb is lett, én azt látom, hogy az iskolában is jobban tud teljesíteni, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog egy kisfiúnak. Horváth Zalán röviden össze is foglalta, hogy mi volt a teendőjük ezen az estén. Gyakoroltuk a karatét, meg vizsgáztunk. Az enykötözetsi, meg kata, meg az ilyen átlagos dolgok. Bal lábbal előre, szemkötődöcsiket nem berejtve majd te. Előre, Oitzki, Jordan, 3-szor, 3. kiállj. Ics! A vezényszavakat és az utasításokat már a gyermekek is japánul kapják meg. Ez azt jelenti, hogy az első alkalmakkor ebben is jártasságot kell szerezniük. A szavakat nagyon hamar megtanulják. Nagyon hamar megtanulják, hogy melyik mit jelent. De a megfordulásokat a gyerekeknél, ilyen 8 év alattiaknál szinte egy vonalat lehet húzni, sokkal nehezebben megy, hogy most balra fordulj, jobbra fordulj, első lábbal lépjél hátrafele, vagy első lábbal előre irányba, ez nagyon nehezen megy nekik, de mint lehet látni, gyönyörű szépen megtanulta mindegyik. Bár Kiss Zoltán számára is újdonság ennek a kis csoportnak a vezetése, de egyáltalán nem bánta meg, hogy belevágott ebbe, hiszen a mesteri tanításával akár egy életre utat mutathat a gyerekeknek. Nagyon hálásak a gyerekek, sokkal hálásabbak, mint a felnőttek, érdemesebb velük foglalkozni, bár annak idején a Fujinaga-sensei azt mondta, hogy ő 14
4-15 évnél korábbi gyerekekkel nem foglalkozik, nem is szeret foglalkozni velük, mert ugye ő náluk ez életforma. Ők azzal szeretnek foglalkozni, aki belátják a jövőt. De itt mi történik? A gyerekkel elkerül másik iskolába, elkerül egyetemre, főiskolára, és nyilván nálam abba hagyja a karatét. Tehát én nem azt nézem, hogy én akarjam nevelni világ életébe, amikor eljutott egy bizonyos szintre, lépjen tovább. Vagy ha elköltözik másik városba, ne a nulláról kezdje, hanem kezdje onnan, ahol itt abba hagyta. Abban biztosak lehetünk, hogy mindez nem a második szint vizsga után lesz. Ezt most teljesítették a gyerekek, és készülhetnek a harmadik szintre, hogy aztán elérjék a kékövet, és még ki tudja, hogy milyen magaslatokat.